Az NBA-ben a hétvégén rajtol a tavaszi szezon, az NBA-2-ben is a megyei első osztályban pedig egy héttel később indul útjára a labda. Legkésőbb az NBA-3-as csapatok számára kezdődik el a pontvadászat, a harmadosztályban február 28-án rendezik az első tavaszi fordulót. A csapatoknak, köszük a Sényőnek, így bőven van idejük a felkészülésre. Mi annyival vagyunk kedvezőbb helyzetben, hogy ugye az első két fordulót a tavaszról már lejátszottuk ugye ősszel, nekünk ott december 6-án lett vége a bajnokságnak, ugye tudtunk pihenni is azért a játékosok kellőképpen, és ugye nekünk van időnk azért bőven felkészülni a tavaszi szezonra. Ugye Kemecsén edzünk kint, aztán már múlt héten, vagyis hát múlt hétfőn kezdtük az edzéseket, túl vagyunk itt két edzőmérkőzésen is már, hétvégén a Fradi második csapatához utazunk szombaton, ott fogunk egy edzőmeccset játszani, jövő héten indul két hétig majd a napi két edzés, valamint egy ilyen kis rövidke edzőtábort is beiktatunk jövő héten a Bolyszántón, utána pedig februárban majd lassan már ugye egy-két hét után megpróbálunk mi is bajnoki ritmus edzeni, és lassan pedig így le is megy ez a felkészülés. A Sényű 21 fordulót követően a hetedik a tabellán, és ezt a pozíciót szeretnék is megőrizni tavasszal. Biztos, hogy nagy hasz lesz az alsóházban a bennmaradásért, úgyhogy ez is egy erős tavasz lesz. Azt gondolom, hogy most lehetett húzni egy vonalat az őszi szezon után, és én szerintem egy új bajnokság fog kezdődni tavasszal. Vannak csapatok, akik gyengültek, vannak viszont, akik nagyon jól igazolgatnak most a téli szünetből, úgyhogy egy erős tavaszi szezon lesz. Az őszi keretből hárman távoztak, Szokolcs Zsolt a Nyíregyháza Spartakuszban, Pál Zsombor a harmadik kerületi TV együttesében, Lakatos László pedig Tiszaújvárosban folytatja pályafutását. Érkezési oldalon a Sparitól kölcsön kapott Magyar Gábor és a Tarpáról visszatérő Barta Gábor neve szerepel. A csapatjáték úgy maga szerkezetileg nem fog sokat változni. Én úgy gondolom, hogy kellőképpen fogjuk őket pótolni. Ugye a Kapacina Kevin felépült, teljes értékű munkát végez, úgy néz ki, hogy ő hál' Istennek rendben is lesz, ugye? Úgyhogy ugye a csatár kérdésünk az valószínűleg ezáltal megoldódik. Ugye a védelemben meg azért eddig is voltak még a Szokolcs Zsoltin kívül rutinos játékosok, ők pedig ugye megmaradtak, szerintem azon a poszton se lesz gond. A Sényű a tavaszi nyitófordulóban február 28-án a Mezőköves 2 otthonában lép majd pályára.